Köszöntelek szeretettel, kedves testvérek, Jézus Krisztus föltámadásának ünnepén. Ez a húsvét egészen másképp kezdődött számunkra a nagybőti előkészülettel. Hiszen ez a kényszer karantén, az bezárt minket saját házainkba, lakásainkba, a családunkkal maradtunk együtt. De éppen ebben van a nagy titok, a jó hír, hogy az Úristen az őt szeretőknek, az őhozzá imádkozóknak mindent a javára tud fordítani. Ebben a nagybőtben mi együtt voltunk, családtagok, testvérek, ahogy az Úr Jézus is együtt volt régen az ő názáreti családjával, és mindig velük együtt ünnepelte a húsvétot. A Biblia olvasó számára nem új dolog, hogy családban kell ünnepelni először is minden ünnepet, a karácsonyt is, a húsvétot, hiszen Mózes könyvében, különösen ha olvassuk a második könyvét, a kivonulás, az Exódus könyvét, ott találjuk az Istentől kapott rendelkezéseket, miszerint mindenki otthon süsse meg a bárányt, és annak a báránynak az elfogyasztásával emlékezzenek az Egyiptomból való csodálatos kiszabadulásra, megmenekülésre. Nekünk is azt tanítja az apostol, hogy mi is megmenekültünk, akik megbántuk bűneinket, a bűnök világából, szenvedélyeink fogságából. Mi is ünnepelhetünk. Az Úr Jézus Krisztusra néztünk föl, különösen most nagy pénteken, a keresztre feszítetre, azzal a hittel, hogy ő ott legyőzte a világot, legyőzte a halált, legyőzte a sátánt. Bizony, ő lett az a kígyó, amely Mózes idejében föl lett szegezve a fára, és aki hittel fölnézett rá, az megszabadult, ama kígyó a sátán mérges harapásától. Most is, aki fölnézett rá, és azóta is fölnéz rá, az mind megszabadul az igazi bűntől, az igazi vírustól. Ez valóban a bűn, és a bűntől, a bűnös gyökerektől jövő összes szenvedélyektől. Egyedül ő képes tehát erre. Mi most tehát a családban, otthon ünnepelünk. Ahogy megvan írva a Bibliában, bizony, a zsidók ezt már 3200 éve otthon ünneplik. A legnagyobb ünnepüket a családban ünneplik. És én nagyon örülök ennek, hogy az Úristen ennek a fontosságára hívta most fel nekünk, keresztényeknek is a figyelmet. Bár nyilván jogosan sajnáljuk, hogy nem lehetünk itt a templomba, hogy nem hozhatjuk azt a sok pászka kosarat ide a templomba, illetve a kertbe, nyilván ez szomorú. Mégis, most, ahogy mi már kihirdettük, ugye hoztátok a pászkát a saját házatokba, ott készítettétek el, és a mi, hála az internetnek, a televíziónak, sugározzuk ugye a szentmisét, a legszentebb áldozatbemutatást, hallgathatjátok a prédikációt, és otthon ti a szentelt vízzel hintettétek, vagy hintitek meg az ételeket. Mi pedig innen áldjuk meg azokat. Az áldás átmegy akárhány kilométeren keresztül is. Ez a húsvéti áldás és ez a húsvéti hálaadás. Kívánom, hogy legyen mindannyiotok házában. És ne felejtsétek el, ha vége is lesz a karanténnak, hogy Jézus föltámadt. És azt, hogy valóban föltámadt, azt nekünk bizonyítani kell életünk megváltoztatásával, egy újjászületéssel, hiszen Jézus megjelent Mária Magdolnának, Péter apostolnak, és még sokaknak, több mint 500 embernek, úgy ma is megjelenhet rajtad keresztül minden Isten kereső számára, hogy ők is mondhatják örömmel, tehessenek tanúságot arról, hogy Krisztus feltámad. Christos voskres, vo istennovoskres.